Mind a két Szent Mihály Szeged, mint pedig a mostani vendég a sereghajtó Astra HFC is kikapott a válogatott szünet előtt az előző játéknapon, így mindkét együttes számára fontos volt a mérkőzés a Simple Liga 9. fordulójában. A fehérmezes vendégek kezdték jobban a találkozót a 7. percben, a szegediek labdát veszítettek a kezdőkörben a saját térfelükön, majd Vidács Krisztina indítása után egy jobboldali beadást követően a hazaiak kapusa Anastasia Krisztovic szedte le magabiztosan a labdát az érkező Kós Petra elől. A 14. percben majdnem megszerezte a vezetést a pont nélküli Astra. Meg kell dicsérni újra Vidácsot, aki a bizonytalankodó szegedi védelem hibáját kihasználva labdát csend, majd Szakonyi passza után Gelb Mónika szépen ívelte vissza Szakonyi fejére, aki azonban a bal kapufa mellé bólintott. 5 perccel később már az Astra vezetett. Történt, hogy a 19. percben egy hazai kapus kidobás után a vendégek a jobb oldalon megint labdát szereztek az agresszív letámadásukkal, majd a 2-2-es csatájából a Marjanovicsot legyőző Csolti Réka betört a 16-oson belülre, és szinte az alapvonalról a kapu jobb oldalába helyezte a labdát. Amúgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna. Tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, viszont talán minket is meglepett, hogy valóban mennyire is. Mi akartunk dominálni, mi szerettük volna az egész meccset uralni, viszont ez az első fél időben nem teljesen így jött ki, és hát sajnos ez ott csinálta meg magát, hogy igen, sajnos nem mi szereztük meg a vezető gólt. Az első fél óra végén egészen pontosan a mérkőzés 32. percében a hazaiak egyenlíthettek volna, de Sajti Krisztina jobboldali beadását követően Nagy Lilla rossz megoldást választott, így oda lett a helyzet. A 44. percben újra közel kerültek a szegediek az egyenlítéshez, ugyanis Majranovic mintegy 28 méteres szabadrúgása veszélyesen pattant le az Astra kapusa Halla Petra előtt, aki csak kiütni tudta azt, majd a kipattanóra Szabó Dóráék hiába érkeztek, az ismétlés már megfogta Halla. A félidőben tehát 0-1 állt az eredményjelzőn. A szünet jót tett a hazai csapatnak, amely egészen más szemlélettel folytatta a mérkőzést a pihenő után. Alig 3 perc telt el, amikor a szerb Radnicskitól idén-nyáron érkező montenegrói Sara Simonovic 16-17 méterről jobban lőtt a jobb kapufa mellé. Az 51. percben jobboldali bedobást végezhettek el a hazaiak, majd Kránic Viktória tekert középre. Ott tétováztak a vendégvédők, aztán Szabó Dóra átadását Nagy Lilla ballal 15 méterről a bal felső sarok felé bombázta. Halla óriási bravúrral szögletre mentett. Az 59. percben viszont már nem úszta meg az egyenlítést az Astra Szent Gellért fórumban, ahol Simonovic bő 30 méteres szabadrúgása egy vendégjátékos fejéről pattant Sajti Krisztina elé, aki az ötösön belülről magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába. Újabb 2 perccel később a Petrovicsot nem sokkal korábban váltó cserejátékos Sovány Dorina 8 méterről fejjel próbálkozott egy jobboldali beadás után, de ekkor még nem zördült meg újból a vendégcsapat hálója. A 63. percben a jobb kapufán csattant a szintén szegedi csere a 18 éves Horváth Panka 15 méteres ballábas lövése. Igaz, ehhez kellettek az Astra védői és Sovány remek előkészítése is. A kipattanóból a nagy kedvel futballozó Simonovic sem tudott gólt szerezni. A mérkőzés 80. percében dőlt el a 3 pont sorsa, amikor az óriási szegedi mezőnyfölény újabb góllal párusult. Simonovictól indult az akció, majd a jobb szélen Sajti és Horváth volt a labda útja. Utóbbi visszatette a montenegróinak, Simonovic pedig tanári átadással kiugratta Soványt, aki könnyedén bevágta a labdát a kifutó Halla mellett. A végeredmény tehát kész Szent Mihály Szeged Astra 0-1-es félidő után 2-1.
Az első fél idő nagyon nehéz volt, azt hittük, hogy ha kiküldjük a cipőt a pályára, akkor az elég lesz, majdnem úgy jártunk, mint a pécsi mérkőzésen. Ott beleszaladtunk egy nagyon csúnya hazai vereségbe. Most is úgy voltak a lányok vele, én úgy gondolom, hogy nem tettek meg mindent az első fél időben azért, hogy gólt szerezzünk, illetve jól játszunk. Az Astra ettől függetlenül nagyon jól játszott, nagyon nem megnehezítették az első fél időben a dolgunkat, sőt, jól is játszottak. Utána rendeztük a második fél időben a sorokat, kicsit letoltam a lányokat, mert nagyon keveseltem a futómennyiséget a mérkőzésen, illetve megbeszéltük a mérkőzés előtt, hogy a széleken, illetve átlövésekből tudjuk őket megbontani, mivel tudjuk, hogy egy masszív védekezést fognak alkalmazni ellenünk is, de ez a második fél időben sikerült a bontás, hál' Istennek, illetve szép gólokat rúgtunk, és megvoltak még a helyzetek is. Kicsit túl kombináljuk már az utolsó passzokat, tehát sokkal hamarabb be kellene fejeznünk a helyzeteket, de sajnos önbizalom probléma gondolom abból jön, de hát ezt majd gyakoroljuk a héten, illetve a jövő héten, és bízok benne, hogy jönni fognak a gólok, illetve még több gól fog jönni. Az első fél idő az szerintem talán a miénk volt. Úgy gondolom, hogy ha ott esetleg egy picit élesebbek vagyunk a kapu előttán, még rúghattunk volna egy gólt legalább. A második fél időben úgy gondolom, hogy az ellenfélnek több lehetősége volt módosítani a csapaton, és nekünk kevesebb, és ezért be is szorítottak minket eléggé a kapunk elé, és hát így meg tudták fordítani a meccset. A második fél időre úgy jöttünk ki, hogy nyilván szeretnénk még gólt szerezni, mert tudtuk, hogy az egy gól az kevés lesz, de nem nagyon tudtunk kijönni már a kapunk elől, tehát eléggé jött ránk az ellenfél, és a második fél idő az így kicsit gyengébbre sikerült, ottán kevesebb is lehetőségünk is volt már sajnos. Sikerült egyenlítenünk, szerencsére, viszont ott valahogy megint nem tudtunk tovább lépni, megint inkább törtük a játékot, nem voltunk elég gyorsan, nem játszottunk elég gyorsan, és talán ezért nem sikerült gyorsabban megszerezzük a második gólt. Mindig szerettük volna valamiért nullára kijátszani a helyzeteket, ami valójában nagyon nehéz, és az esetek 90%-ában nem is úgy jön a gól. Ezt még gyakorolnunk kell, hogy merjünk jobban messziről lőni, és bátrabban ellőni a labdát. Ezt majd gyakoroljuk többet. Már nagyon motiváltan jöttünk ki az első fél időre a pályára. Ugye volt most két hetünk felkészülni a Szegedre, és azt gondolom, hogy ez a két hét nagyon jól telt. Kielemeztük a Szegedet, és az első fél időben minden ült, amit gyakoroltunk. Mezőnyfölényben voltunk, sajnos úgy látszik szerintem, hogy elfáradtunk, és ezt nem sikerült ezt a formát a második fél időre is kivinni a pályára. Nagyon magunkra húztuk a Szegedet, ráadásul nyilván ők nagyon nyomtak is, és sajnos megfejtettek a mérkőzést. Nem tudtuk megtartani a labdát, nagyon-nagyon rövid ideig volt nálunk a labda. Nem sikerült az ellenfél tér felén se felérnünk, és bármit is ott tartani, esetleg bedobásokra vinni a játékot. Nagyon nyomtak, nagyon sok támadóval jöttek föl, bele is cseréltek, jó támadókat cseréltek, és sajnos mi kicsit szétestünk, szerintem fizikálisan is, és mentálisan is. Annyira meg akartuk csinálni a taktikát, a felívelést és azt, amit kért tőlünk az edző, hogy szerintem ez kapkodásba vezetett át. Nagyon akartunk, és ez már átlendült egy szinten, ugye. Nekünk több idő ugye megnyugodni és elkezdeni járatni a labdát, de szerintem ez a második fél időre már sokkal jobban ment. Labdát szereztünk valahogy a jobb szélen, és aztán igazából én egy beadásnak szántam azt a lövést, de beleért a kapus, és így gól lett. Én úgy éreztem, hogy az első fél időben a mi csapatunk ment jobban, sokkal jobban mentek a támadásaink, voltak helyzeteink is, viszont a második fél időre valahogy elfogytunk, úgyhogy a következő meccseken erre kell majd figyelni, hogy a második fél időben is ugyanolyan jól menjen a játék, mint az elején. A második fél időre én úgy éreztem, hogy egy kicsit elfáradtunk, és illetve voltak cseréink is, és aztán nem sikerült már olyan támadásokat építenünk, mint az első fél időben. A szegediek a következő fordulóban Szombathelyre utaznak a Viktória FC-hez, még az Astra az MTK Budapestet fogadja.